Na mi a helyzet? Hogy bírjátok? Hetek óta otthon összezárva, tudom, home office, önkéntes karantén, kemény ez. Tudom, már végigjátszottál mindent az Xboxon, végig skype-olta az összes kollégáját és barátját, egyzettetek együtt a nappaliban, elvitted valamelyik este egy DJ online buliára, de még mindig kemény, mi? Figyelj! Pattogtass egy nagy adag kukoricát, tegyél a kanapéra néhány puha párnát és egy plédet, és nézzetek együtt valami jót. Mi? Hogy mit? Na figyelj! Az ismert helyzetre való tekintettel nyilván most nem mozi premierekből állítottunk össze nektek egy tarka csokrot, hanem az HBO és az HBO Go kínálatából. Éppen azért, mert ezt otthon, bármikor, nyugodt körülmények között meg tudjátok nézni, amikor időtök, kedvetek engedi. Olyan filmekből és sorozatokból állítottuk össze ezt a listát, ami garantáltan néhány órára felettetni tudja veletek a home office-t, a bezártságot, az önkéntes karantént és minden egyéb szörnyűséget, ami most velünk van. Egy jó krimi sorozat teli találat lehet egy szürke hétköznap estére, főleg, ha nem kell egy hetet várni a következő részig. Április 1-től elérhető az HBO-n a Kemény motorosok szága spin-off sorozatának első két évada azonnal. Ráadásul szinkronos és feliratos változatban is megnézhetitek. Az akció-krimi sorozat Jackson Jack Steller utáni időszakot mutatja be. A történet szerint Easy kiszabadul a börtönből és visszatér az amerikai-mexikói határon lévő kisvárosba. Easy büszke latin-amerikai család tehetséges sarja. Az egykori aranyi fiú látja, hogy az amerikai álom elérésére tett törekvéseit hogyan zúzza szét az erőszak. Bosszúvágytól vezérelve egy új identitást választ magának, ami olyan élet felé vezeti, amelyet soha nem tervezett, és amelytől soha nem tud menekülni. És ami a legjobb, hogyha most regisztrálsz az HBO Go-ra, akkor egy hétig teljesen ingyen nézheted, amit csak szeretnél. You're in this now, sir. No getting out. Órákig összebújva izgulni a tévé előtt? Hm? Simán lehetséges, hiszen azonnal teljes évaddal válik elérhetővé a Bíz bennem című sorozat második évada. Nem kell aggódni, ha nem láttátok az első évadot, hiszen nem folytatása annak, a második évad teljesen új történettel érkezik, így akár önmagában is érthető és nézhető. Jamie McCain tizedes a szíriai háborúban történt támadás egyetlen túlélője, gerincsérüléssel és poszttraumás stressz-szindrómával kerül a Glasgow-i kórház neurológiai osztályára. Miközben a sérüléséből lábadozik és a barátai elvesztésével kapcsolatos pszichés emlékekkel küzd, egy új ellenséggel szembesül. A kórteremben körülötte lévő betegek sorra meghalnak. Jamie pedig rögeszmésen próbálja kideríteni az igazságot. Várj, mi a baj? Nem jön be a krimi és az akció? Valami kevésbé mainstream-ebb dologra vágytok, mi? Na figyelj! Az első évad szürrealitását folytatva érkezik az egyik legkülönlegesebb HBO Go sorozat második évadának évadzárója is. Ez a sorozat pedig a Csodatevők sötét középkor. Az első évad spoilermentes rövid története, amivel fel tudod kelteni a leendő kanapétársad figyelmét, hogy együtt nézhessétek a sorozatot. Isten, Steve Buscemi, mondtam, hogy szürreális, csalódik az emberiségben, így úgy dönt, eltörli a földet az emberekkel együtt. Ám az imák feldolgozásáért felelős osztályon dolgozó Daniel Radcliffe ezt nem hagyhatja annyiban, így kolléganőjével Elizával megpróbálják megmenteni a földi életet. Ennek érdekében pedig két vadidegen földi embert kell összeboronálniuk, kizárólag csak is csodák segítségével. Ne félj, nem egy sokadik ugyanolyan romcsisoriról van szó, hidd el nekem, ez teljesen más. That means you'll kill me, right? Just wanted to make sure we're on the same page. Szereti a vámpírokat? Te pedig az áldokumentumfilmek szerelmese vagy? Na akkor ez a ti sorozatotok.
Április 2-án debütált ugyanis egy vadonatúj sorozat, ráadásul ennek is azonnal a teljes évada elérhetővé vált az HBO-kon. A magyar felirattal érkező Hétköznapi Vámpírok című vígjáték sorozat a Megegyező című 2014-es áldokumentarista film sorozat változata új szereplőkkel, új közegben. A három vámpír, Nándor a nagy harcos és hódító, László a pipertőt zsivány és Csábító Jannádja Staten Islanden élnek évszázadok óta. Váratlanul azonban látogatóba érkezik hozzájuk a sötét uruk Afanasz báró, és emlékezteti őket arra, mi is volt az eredeti feladatuk. My name is Colin Robinson. Hi, Deb. And I am a energy vampire. We either bore you with a long conversation. Hey, Don. Or Don. We enrage you. Nem sorozatot, hanem filmet néznétek inkább. Semmi gond, az HBO Go naponta tolja elétek a legújabb filmeket. Ja, hogy nem tudsz választani? Na segítek. Ha láttátok, azért, ha nem, akkor pedig azért kötelező darab, az április 1-je óta elérhető Top Gun című klasszikus az HBO Go kínálatában. A történetet szerintem nem kell elmesélnem. Tom Cruise, repülők, barátság, szerelem, tesztoszteron minden mennyiségben. Tökéletes szombat délutáni romantikus pihenéshez. És a jelenlegi helyzethez alkalmazkodva az HBO is előrehozott néhány premiért, így ha igazi sikerfilmre vágytok, az sem gond, hiszen már nézhető Quentin Tarantino legújabb alkotása, a picit megosztó, ám szerintünk zseniális, Volt egyszer egy Hollywood. 1969. Hollywood már nem a régi. Rick Dalton egykori népszerű színész, majd western sorozat sztár, de mára-már nem kapkodnak érte a rendezők. Egyre lejjebb és lejjebb csúszik, az alkoholban és az önsajnálatban keres menedéket. Vele együtt csúszik a legjobb barátja és kaszkadőre, Cliff is, bár őt a legkevésbé sem izgatja mindez. Rick és Cliff eddig kiismerte magát a showbizniszben, de mára minden megváltozott, a szabályok, a producerek és még a nők is, pedig Rick szeretné újjáépíteni karrierjét. Szöveg! Ennyi! Ez eddig túl laza volt. Na jó, akkor mutatok mást. Ugyancsak előrehozták, így már nézhető a Préda című film. A garantáltan kanapén összebújva rettegős filmek kedvelőinek pedig álljon itt a film rövid története. A hurrikán alatt Haley a kiürítési parancsot figyelmen kívül hagyva hazatér, hogy megkeresse apját. Megtalálja, kiderül, hogy megsérült. Segíteni akar neki, ám a gyorsan emelkedő víz miatt csapdába esnek házuk alaksorában. És aligátorok is felbukkannak. És ha már a rettegve összebújás, akkor érkezik egy másik nagyágyú is előrehozott premierrel, ez pedig az HBO Go-n már nézhető Védtelen gyermek című thriller horror René Zellwegerrel a főszerepben. Szerepe szerint Emily szociális munkás és a gyermekvédelem területén dolgozik. Így találkozik Sullivanékkel. Egy éjjel a kis Lily felhívja, hogy a szülei meg akarják őt ölni. A szülőket pszichiátriai intézetbe viszik, a gyermeket pedig Emily veszi magához. Ám ez nem biztos, hogy jó ötlet volt. Lily, are you okay? I can hear them. Ja, hogy nem szerettek félni. Semmi gond, mutatok mást. Ha már egy olyan filmmel kezdtük a listát, amit nem kell bemutatni, akkor zárjuk is egy hasonlóval. Április 5-től nézhető az HBO Go-n a mindenki által ismert, a Marvel képregénymániások szemében Szent Grálként tündöklő Avengers Endgame. A film, amely lezárta a Marvel Studios első 10 évét egy több szempontból is korszakalkotó, monumentális mesével. Picit szomorú, picit izgalmas, de garantáltan stresszoldó vasárnapi home mozi élmény.
Természetesen ezen kívül számtalan film és sorozat kerül az HBO Go-ra minden nap, éppen ezért érdemes figyelni a friss megjelenéseket, illetve használni a keresőt. Higgyétek el nekem, ebben a helyzetben kulcsfontosságú a mentális egészségünk megőrzése, és ehhez ki kell ereszteni néha a gőzt. Erre pedig a film és a sorozat az egyik lehető legjobb megoldás, sokkal jobb, mint a veszekedés vagy az egymás agyára menés. Éppen ezért üljetek le a tévé elé együtt, választhatok egymásnak filmet, amit a másik még nem látott, és nézzétek meg közösen, vagy adott esetben állítsatok össze egy közös listát, amin pontról pontra végigmentek. Sírjatok együtt, rettegjetek együtt, vagy nevessetek együtt, a lényeg az, hogy együtt tegyétek. És ehhez most semmi más nem kell tenned, mint kattints a leírásban található linkre, regisztrálj az HBO Go-ra, és egy hétig teljesen ingyenesen nézhettek mindent, ami fent van. És ha szeretnétek még ilyen vagy ehhez hasonló karantéka ajánlót látni ezen a csatornán, már nagyon jól tudjátok, nincs más dolgotok, mint kedveljétek és osszátok meg ezt a videót, ebből mi tökéletesen tudni fogjuk, hogy érdekes a téma és érdemes vele tovább foglalkozni. Ezen kívül kommentben írjátok le, mi a kedvenc filmetek mostanában, illetve mi az a film vagy sorozat, amit folyamatosan néztek, adjunk egymásnak ötleteket, hát ha így is tudunk segíteni. És természetesen iratkozzatok fel erre a csatornára is, nyomjátok meg a harangot, így kaptok értesítést az új videóról. Nézzétek vissza korábbi videóinkat, illetve kövessetek minket az Instagramon is, ahol mindenféle filmes érdekességekkel is jelentkezünk, kövessetek minket a Twitch csatornánkon, ahol napi élőadásokkal jelentkezünk, illetve ehhez kapcsolódóan keressétek a Broadcast VOD csatornát, ahova ezek az élőadások átkerülnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra és a mentális épségetekre. Mi pedig nem sokára érkezünk egy következő ajánlóval. Sziasztok!